Mérnöknapot tartottak Pécsett. A program célja, hogy a mérnök és építész szakemberek bemutathassák tevékenységeik eredményeit, és hogy felpezsdülhessen a szakmai közösségi élet. Ugyanakkor, hogy javuljon e szakterületek társadalmi megítélése, növekedjen a minőségi épített környezet iránti társadalmi igény, formálódjon a közízlés. A mérnök szakterület egy nagyon fontos terület a nemzetgazdaságnak és a gazdasági életnek, hiszen meghatározó szerepe van a gazdasági fejlődésben, az ország eredményességében. Tehát nem mindegy, hogy a mérnököknek milyen teljesítményük van, mennyire felkészültek és mennyire alkalmasak azoknak a feladatoknak az ellátására, amivel a gazdaság szembeállítja őket. A technológiai fejlődés ma a mérnökökön és az ő képzésükön múlik. Egyre több mérnökre van szükség, akiknek naprakész tudással kell rendelkezniük. Ez a mérnök utánpótlás pedig az egyetemekről érkezik. Ez egy társadalmi igény, hogy a termelő ágazatoknak, az iparnak utánpótlása legyen, és ebből a tekintetben az MTMI terület, a műszaki, természettudományos, matematikai és informatikai képzések nagy jelentőséggel bírnak. Ezekről a területekről kikerülő különböző szinten képzett szakemberek szükségesek ahhoz, hogy a termelő gazdaságba megfelelő számú munkaerő áramoljon. Ez regionális szempontból is fontos, hogy az itt végzettek egy prosperáló gazdaságban megtalálják itt a helyüket. Ehhez szükség van a képzőhelyekre. A képzőhelyekre meg a hallgatókra van szükségük, és a vonzerőt hallgatók felé pedig egy innovatív, véleményem szerint egy nemzetközi hangulatú iskola tudja nyújtani. Ez a mi feladatunk és egyben küldetésünk. Ugyanakkor nem csak az oktatási intézményekkel fontos az együttműködés. 2015-ben kötött a Baranya-megyei önkormányzat a Baranya-megyei mérnöki kamarával és a Dél-Dunántúli építész kamarával egy együttműködési megállapodást, amelyre arról szólt, hogy a terület és településfejlesztési operatív program keretén belül a mérnöki munkákat, hogyha lehet, a jogszabályok adta kereteken belül baranyai megyeszékhelyen dolgozó mérnökök és mérnökirodák kapják. És hát most arról tudtunk beszámolni, hogy a pályázatok felének lezárulása esetében 30 ilyen megbízást tudott kötni a Baranya-megyei közgyűlés, illetve az önkormányzat, és ezen felül vannak még a helyi önkormányzatok által kötött szerződések, tehát azt gondolom, hogy maga az alapszerződésben foglalt cél az úgy tűnik, hogy teljesülni fog. A mérnöknapon számos aktualitást és eredményt mutattak be a szakemberek. Olyan problémák is szerepet kaptak a témák között, mint például a természeti veszélyek, és így az a szemlélet, mely szerint egy városnak nem csupán szépnek, lakályosnak és smartnak, vagyis okosnak kell lennie, de biztonságosnak is. Rettenetesen nehéz ezt Magyarországon tanítani. Mi azt hiszük, hogy a béke szigete vagyunk, és ezért, mivel nincsen veszélytudat, az emberek nem is szeretnek gondolni rá, nem is szeretnek foglalkozni ezzel, és nem is készülnek rá. Ez nem is annyira az átlagember feladata, hanem a város vezetők, a város gazdálkodók feladata. Egyébként nagyon érdekes dolgok vannak, mert nem csak ilyenre kell gondolni, mint földrengés vagy szélvihar, hanem arra is kell például gondolni, hogyha így változik a klíma, akkor a nílusi lázt okozó szúnyogok elterjedése sokkal nagyobb lesz, ami látszólag nem mérnöki feladat, de szúnyog ott van, ahol pocsolyák vannak, vagy álló pangóvizek vannak. Hát ilyeneknek nem szabad lakott területek közvetlen közelébe lenni, vagy ha van, akkor intenzív szúnyogírtást kell végezni. Tehát a dolgok rettentően sokrétűek, és mondom, az emberek nincsenek is tudatába ezzel, de a városgazdálkodónak, a mérnöknek mindenképpen tudatába kell lenni. A nap során szó esett még a megújuló energiákról, mérnök szemszögből, az Ősdráva program fejlesztéseiről, vagy például a vasútfejlesztésről a Dél-Dunántúli régióban.